Szepesi Tibor polgármester a déli külvároson a folyamatban lévő és a már elkészült fejlesztésekről, valamint a későbbi tervekről egyeztetett. Szepesi Tibor polgármester, Molnár Pál a Városi Önkormányzat Városgondnokságának igazgatója, önkormányzati képviselő és Balajti József, a Nagykunsági Környezetgazdálkodási Kft. Ügyvezetője a napokban tekintették meg a déli külvároson a folyamatban lévő és a már elkészült fejlesztéseket, valamint a későbbi tervekről számoltak be televíziónknak. Egy hosszú elképzelés elején tartunk, amelyhez mindenképpen szükséges volt egyébként is, de ehhez a fejlesztéshez mindenképpen az úthálózatot teljes egészében rendbe tenni. Az önkormányzat vásárolt nem kevés kavicsot, követ, tehát azokat az utakat, amely a déli külvárost áthálózza, gyakorlatilag teljes egészében rendbe tettük. Az összes út alapja útalapként elkészült. Ez azt jelenti, hogy az a megvásárolt kis keskeny nyomtávú kukásautó az el tud menni és el tud jutni valamennyi utcán, valamennyi háztartáshoz. Innentől jön a nagyobb lépés, ugye azokat az illegális szemét lerakókat, amit mellettem is látható és nem kevés gondot, bajt okoz az önkormányzatnak és természetesen az ott lakóknak is, legalábbis azoknak, akik a saját környezetüket szeretnék szebbé és rendesebbé, rendezettebbé tenni. Most az ő érdekükben is minden háztartásban előbb-utóbb szeretnénk kihelyezni személygyűjtő edényt. Ebbe a személygyűjtő edénybe kell belehelyezni mindenkinek a saját kommunális hulladékát, amit aztán ezzel a kukás autóval el tudunk szállítani a hulladék lerakó telepre. Ha ez sikerül, és ebben remélem, hogy mindenki partner lesz az itt élők között és az ezekben az utcákban lakók között, akkor juthatunk el oda, hogy hozzá tudunk kezdeni a terület teljes megtisztításához, azokat a parlagon hagyott telkeket teljes egészében fel tudjuk számolni, megszüntetni azokat az illegális lerakókat, és onnantól kezdve tudjuk a környezetünket szebbé, jobbá és sokkal élhetőbbé tenni. De ehhez az kell, hogy mindenki közösen akarja azt, hogy megvalósuljon a fejlesztésnek minden része, tehát az utakra is vigyázzunk, az edényeket is fogadjuk el, és természetesen aztán használjuk is. Üdvözlöm Balajti Józsefet. Milyen fejlesztésekre készülnek itt a déli külváros területén? Hát ugye most itt az előttem szólók elmondták, hogy itt a déli külváros területén is az útalapok megújultak, és ehhez kapcsolódó fejlesztés lenne az, hogy szeretnénk itt is bevezetni a házhoz menő hulladékszállítást, házhoz menő gyűjtőjáratot. Itt a külvárosi részeken eddig gyűjtőpontok üzemeltek, és ezeket a gyűjtőpontokat szeretnénk majd hosszabb távon megszüntetni. Tehát azt jelenteni, hogy ugyanúgy, mint a városba is, a kukásautó végigmegy az utcákon, és gyakorlatilag az ingatlan használónak csak az ingatlanja elé kell kitennie a gyűjtőedényt, és azt ott a gyűjtőedényt ott fogjuk üríteni az ingatlan előtt. Üdvözlöm Molnár Pált, a Városgondnokság igazgatóját. Milyen további fejlesztések várhatóak a városunkban? Most jelen pillanatban a déli újvárosi részen vagyunk, ahol egy olyan koncepciót alakított ki a város legfelső vezetése, hogy a háztól történő hulladék begyűjtést itt is meg fogja valósítani. Ahhoz viszont, hogy ezek a folyamatok elindulhassanak, olyan utakat kell létrehozni, olyan állapotba kell az utakat hozni, hogy a járműek közlekedni tudjanak. Ezt láthattuk az elmúlt napokban, elmúlt hetekben, hogy a Városgondnokság gréderrel fölgréderezte azokat az utcakat, szokat, ahol már valamilyen útalap volt, a gréderezés a földgyalulás után pedig föltöltöttük olyan ékelőkövel, amely reményeim szerint hosszabb távon meg fogja oldani a szilárd burkolatot, nem fog kikátyusodni. Természetesen, ahol ki fog kátyusodni, mert azért ez elkerülhetetlen, ott folyamatosan karban tartjuk a utakat. Jelzés alapján a hulladék szállítója jelezi fogja számunkra, hogy hol nem tud eljárni, hol van esetleg probléma az útszakasszal. Természetesen a képviselői jelzéseket is figyelembe vesszük, és a rendelkezésünkre álló ékelőkő mennyiségéig javítani fogjuk ezeket a szakaszokat. Ez az említett folyamat nem csak a déli újvárosi részen, hanem az északi újvárosi részen is meg fog valósulni. A következő hetekben elkezdjük ott is a munkálatokat.